100 ezer ember követi a Facebookon, áprilisban Ausztráliában fog koncertezni. Sikerült neki az, ami nagyon sokaknak nem sikerült, hogy egy országos tehetségkutató után még mindig a pályán van. És szemtelenül fiatal, 21 éves László Attila, szervusz, Isten hozott. Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a nézőket. Kézdivásárhelyről érkeztél 14 évesen ide Budapestre. Hogy engedett téged el a családod 14 évesen egy három hónapos műsorba? Hát eleve a családdal érkeztünk ide ki Budapestre, hiszen 14 éves voltam. Még jogilag se utazhattam volna ki egyedül, tehát ha azt nézzük. A család együtt így elhatároztuk, hogy na akkor ülünk buszra, akkor épp az volt, emlékszem, és pont egy ilyen januári-februári hónap lehetett, mikor legelőször, de kijöttünk Budapestre, hogy na, szerencsét próbálunk, és akkor tulajdonképpen minden ezzel indult, hogy na, elindultunk, elindult a család. Boris Gergővel beszélgettem nem is olyan régen, aki szintén székelyföldi származású, borzonti fiú, és ő azt mondta, hogy egy másik tehetségkutató alatt neki a székely makacsága volt az, ami nagyon sok helyzetből őt fölállította, és azt mondta, hogy Gergő, menni kell tovább. Benned volt ez, vagy megvan ez? Ez a székely makacság, ez a szakmai életedben benne van? Szerintem ez a fajta makacság nincs meg benne, amire így gondoltok. Édesapámban jobban megvan benne, tényleg mondják is, hogy tényleg ez igazi székely magasság. Az a lényegre törő. Én nem tudom, én szerintem nem mondom magamnak ennyire. Akkor gondolom, hogy sokan sokféleképpen akartak neked segíteni, vagy irányítani, vagy megmondani az utadat, de én azt látom, hogy te nagyon a saját utadat járod, tehát hogy nincs menedzser, nincs mögötted nagy PR csapat, van egy mikrofon, egy fülhallgató, egy fehérre messzett tetőtéri szoba, és hétről hétre ott készíted a saját dalaidat, feldolgozásaidat. Kifizetődő ez a saját út? Vagy azért csinálod, hogy kifizetődő legyen? Vagy... Eleve ez a saját út téma, mondhatni, olyan két éve működik. Mert eleve, hogy a műsorból így kijöttem, ahogy tényleg mindenki próbálta megmondani, hogy hova menjek, milyen úton járjak, mindenkinek teeny sztárt akartak faragni belőlem, a másik Justin Bieber, meg stb. Fizimisked megvan hozzá végül. Hát igen, direkt azért is emlékszem, lelágatták. Tehát, hogy akkor emlékszem, próbáltak ide-oda terelni, fiatal is voltam, de valamiért ez így nem jött be. Több menedzsmenten is próbálkoztam, az igazság, hogy szerettem volna, hogyha foglalkoznak velem, de nem. Valamiért nem akartak, aki meg úgy akart volna, az tulajdonképpen az csak úgy hívta magát, hogy menedzser, de nem is az. És sajnos ez egy ilyen dolog az egészben, hogy én akartam, csak ez nem kaptam meg a kellő ilyen menedzsmenti támogatást, és így rájöttem arra, hogy van ez az internetes felület, amit én használhatok, hát akkor próbáljam megcsinálni. És akkor tulajdonképpen azt éneklek, amit akarok, azt mutathatom meg, amilyen én vagyok, és tulajdonképpen így indult ez az egész dolog, hogy én abban a kis tetőtéri szobában elkezdtem csinálni a videókat hétről hétre is, azt kezdtem észrevenni, hogy elég sokan követik, tehát egyre jobban megosztják, és nagyon szép hozzászólásokat fűznek, ami nagyon jó, hogy néha tényleg nagyon jól esik azt olvasgatni. És mi az, ami erőt ad abban, hogy a saját utadat járd? Mi az, ami mondjuk így irányt mutat? A hit a te életedben, a szakmai életedben benne van? A hit a szakmai és a magánéletemben is nagy szerepet foglal. És szakmaiban is így van ez, hogy néha így belegondolok a szomorú valóságba, hogy sokan mondják azt, hogy Attila, tényleg ez egy nagyon szép szakma, de nagyon nehéz is, és ez tényleg így is van, tehát hogy nem egy egyszerű út ez, bár nagyon szép és csodálatos tényleg. És néha így elkezdek gondolkodni, hogy hát nem nagyon egyszerű, aztán ki tudja, mi lesz, mert hát egyik nap ilyen, egyik nap olyan, sajnos ez eléggé változó, tehát én nem tudjuk kiterülni, mi lesz holnap, stb. És mégis a hit, itt jön be a hit, hogy tulajdonképpen higgyünk abba, hogy ez nem hiába van. Hogy nekem így énekelnem kell, meg hogy kaptam ezt a fajta talentumot, amit kaptam. Ezt igyekszem tényleg folyamatosan, tehát
segíteni, fejlődni, és ez vezérel engem, hogy csinálni kell, tényleg, ezért vagyok itt. És ezek a talentumok elvisznek most Ausztráliába, azt gondolom, hogy utána majd a tapasztalataidról fogunk egy kicsit beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hogy énekeltél is nekünk.